ház egyik nagy csodája, hogy hétköznapi helyzetek és tárgyak segítségével szól az életünk legfontosabb kérdéseiről. Így fordulhat elő, hogy egy láda nem csak a tárolás és szállítás eszköze, hanem egy mesedarab legfontosabb kelléke is lehet. Három szereplő, két láda, néhány kellék. Ez nem az a darab, amely monumentális látványvilágával hat. Amiért mégis magával ragadja a nézőket, az a mindenkit érintő téma, mely kortól függetlenül meghatározza mindennapjainkat. Mikor szóba került, hogy rendezek a gyerekeknek valami előadást, akkor arra vágytam, hogy inkább egy szűk társulattal, tehát néhány emberrel ilyen piszmogós, cizellálós munka legyen, és hát ráadásul ahogy nőnek a lányaim, a nagyobbik ugye most már nagycsoportos óvodás, ez a probléma is egyre aktuálisabb, tehát hogy ez a barátság, ugye, mert hogy nekünk aktuális a probléma, vagy nekünk fontos, az oké, hogy meddig tart a barátság, és hogy hogyan lehetne ezeket a manipulációkat és árulásokat kivédeni, meg nem elveszíteni egymást, és nem egyedül maradni. De úgy láttam, hogy nekik is az oviba, most már ez egyre fontosabb, hogy ki kivel barátkozik, és miért szakítja meg a barátságot egy napra, örökké, aztán egy óra múlva mégis együtt vannak. Tehát, hogy ez most nagyon-nagyon otthon nálunk is otthon, hogy bár a legjobb barátnője, de akkor ugye meg kell tőled, de és miért nem barátkozol akkor, mert ugye nagyon szeretne barátkozni a Bendegúzzal. Na és miért nem barátkozol? Mert a Szonya nem engedi. Mert ő nem barátja a Bendegúznak. Tehát ezek ilyen nagy vacsora asztali beszélgetések, hogy is van ez a barátkozás. Na, szóval, hogy most úgy döntöttem, hogy akkor ezt most mindenképpen szeretném megcsinálni. És még azt hozzá kell tennem, hogy ebből láttam már egy előadást 2 évvel ezelőtt, a gyerekszínházi szemlén, nagyon emlékszem, vagy a Biennálén, és ott úgy volt megcsinálva, hogy az Adalbert a lány volt a Borsó fiú, de a Hopmars a lány. És aztán, és akkor azt úgy gondoltam, hogy ennél szerintem jobb verzió az, amikor fiú a Hopmarssal, és aztán hallottam, hogy utána még egy előadás született belőle Szombathelyen, ott viszont mind a három fiú volt, és akkor ez is arra ösztönzött, hogy na gyorsan most már akkor a tutit meg kell csinálni, amikor egy lány és két fiú van, mert szerintem, de persze ez nem vonja kétségbe a másik előadás sok értékeit, szerintem ezt így kell csinálni, hogy egy fiú, egy lány és a Hopmarssal, a harmadik az egy férfi. Jó napot! Borsónak hívnak! Azt már tudom! Ismer! A színrevitelben sokat segített az alkotóknak a színpadszerűen megírt eredeti szöveg is. Az a fantasztikus ebbe a mesébe, vagy ebbe az íróba, ez a Paul Már nagyon jó meséket ír, hogy ő mint gyakorló színházi ember is nagyon érti a színházat, tehát én tényleg sok mesét csináltam, mert szerintem ez a 13. nagy színházi mesém, de ilyen jó szövegkönyvet, amihez alig kellett hozzányúlni, ilyennel nem találkoztam még. Tehát nem is tudom, néhány szót kicseréltünk, egy-egy mondatka, de ez elenyésző ahhoz képest, hogy némelyik mesét mennyire át kell dolgozni ahhoz, hogy színpadra állíthassuk. Tehát ez egy kifejezetten jól megírt darab. Te Berci! Adalbert, ha kérhetem! Egymás mellett saját dobozaikban él a két barát, akik, ahogy barátok között már csak lenni szokott, közös játékaikban és konfliktusaikban kötődnek egymáshoz. Te Berci! Adalbert, te szanán! Egy igazi gyerek, tehát, vagy manó, vagy nevezzük teljesen mindegy, hogy minek. Az élet minden skáláját körbejárja, érzelmi skáláját. Nyilván ő az egyel céltudatosabb, az egyel akaratosabb, az egyel önzőbb, a hadvezér, az én. De tud ellágyulni, tud szeretni, őt is ugyanúgy be tudják csapni. Tehát egy igazi roscsont kis csajszi. Túl hosszú a neved. A túl hosszú neveket lehet rövidíteni. De nem az én nevemet. Én sem hívlak téged Borsnak. De szól is csak nyugodtan Borsnak. Amúgy sem szeretem ezt a Borsót. Mindenkinek olyan neve van, amilyet érdemel. Adalberta. Borsó. Borsó. Ezek az egyik kismanó, aki hát egy szerintem egy nagyon-nagyon szeretetreméltó
figura, és egy nagyon barátságos figura. Ugye ők tulajdonképpen együtt léteznek. Tulajdonképpen két ilyen kis barátságos lénynek tudnám mindkettőnket és magamat is jellemezni. A két barát mindennapjaiba megérkezik a Hopmarssal, aki nem csak megzavarja jól összeszokott életüket, de egymás iránti kötődésüket és bizalmukat is próbára teszi. Gyerünk, szólítsd meg! Mondj már neki valamit! Nagyon szerettem, hogy a Hopmarssal figurája ne legyen gonosz, ne legyen ráírva nagybetűkre, hogy én vagyok a rossz, hanem hogy inkább legyen a lányoknak egy férfi előkép, hogy ez az izmos, nagyon jól, a rockdobos, tehát akiben úgy beleszeretünk. A kisfiúknak meg az a férfi, aki mindig szeretnénk lenni, aki a tornaórán az a legjobb futó, a legtöbb lány, ő belé szerelmes. Tehát, hogy mind a kettő inkább egy példa legyen, egy csábító, hogy észrevétlenül árulják a másikat. Figyelem! Kész! Indulj! Az, hogy nem szeretnek engem a gyerekek, és nem szabadna, hogy szeressenek, ez csak akkor dől el, amikor kialakul a Borsónak, meg az Adalbertának, az a viszonya egymással, amikor már csak együtt működik az ő jelenlétük velem szemben. Mert amikor ők külön-külön vannak, akkor én is könnyebben tudom őket arra sarkalni, egy kicsit behízelegve, hogy talán mégiscsak azokat a ládákat dugjuk már el valahova. Hét kette! Nem meneteltek velem! Biztos voltam benne, hogyha elidegenítem, tehát hogyha hideg fényeket, mondjuk hajléktalanokat, vagy utcára tett gyerekeket rakunk egy grundon, ahol szemét van és kosz, vagy épp az ellenkezőt, hogy sokkal teátrálisabban a cirkuszba rakom, teljesen szabályos cirkuszi jelmezekbe, akkor valahogy annyira elidegenül, tehát távolra kerül a gyerekektől a történet, hogy épp azt, amiről szól szerintem, ez a hétköznapi manipulációról, hogy csábítással, hízelkedéssel hogyan lehet kihasználni a másik embert. Tehát látszólag minden ragyogó, szép és gyönyörű, és akkor egyszer csak ott a csomagolásban ott van benne az a méreg, amit örömmel és danolva beveszünk. Tehát azt szeretem, hogy ez szolgálja a kép és a jelmezek, hogy minden olyan kellemes legyen, meleg, hogy szinte észre se vegyük, ahogy egyszer csak már lenyeltük a pirulát. Egyszerűen tehetségtelen. Tényleg nem lehet összehasonlítani veled. Nem is értem, hogy lehet neked ilyen barátok. Te képességeiddel. Valahogy nincs ki a négy kereke ennek a kis törpének. A letisztult eszköz és látványvilág sokkal jobban felerősíti egy-egy elem jelentőségét a mondani való közvetítésében. A díszlettervezővel, Glossmid Erikkel gondolkoztunk rajta, hogy hát ugye tulajdonképpen egy üres térben két ládával ezt el lehet játszani, hogy összesen egy olyan arra-falra van szükség, ahol a ládák a végén megnőnek. Hogy de hát ez mégis azért ez kevés, tehát hogy mi legyen ez a látvány. És akkor abban viszonylag hamar megállapodtunk, hogy tulajdonképpen, bár a ládákon nem látszik, de a pitypangokat azért neveztetük ilyen óriásira, mert szintén a lányaim nagyon imádják a kisvakondot, és ott rájöttem, hogy tulajdonképpen a kisvakond perspektívája az ő perspektívájuk. Tehát, hogy nehéz felmenni a padra, a parkban, minden olyan óriási nagy, tehát, hogy ezt hamar megtaláltuk. Viszont még mindig elégedetlenek voltak azért, de hát mi mindig ott nullán vagyunk. Tehát van egy színpad, azon meg két lába. Akkor valahogy együtt találtuk, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen palló rendszer, de akkor még csak annyi volt a gondolat, amikor kitaláltuk, hogy egyszerűen csak a dinamikája a térnek izgalmasabb ez, meg ha fent vannak, lent vannak, akkor ebből majd egyszerűen csak annyi, hogy izgalmasabb maga a képe. És ahogy bekerült a szín, tehát a próbára a palló, kiderült,
hogy ez tud másról szólni. Tehát, hogy ez több életjelentéssel kezdett szolgálni, hiszen, hogyha csak a hokmarssal használja, akkor ez egy kicsit arról is szól, de persze ezt nem akartuk erőltetni, hogy be kell állni a sorba. Hogy én hozom, diktálom ezt a sort, és ti, nektek igazodni kell, tessék beállni a menetbe, innentől kezdve ugye aztán oda asszociálunk, ahová akarunk, a rendszabályba, a alkalmazkodás, a nem tudom mibe, ugye önként és dalolva egyszer csak beálltunk a sorba, és vidáman doboljuk azt, amit nem is szeretnénk tulajdonképpen dobolni. Tehát ez egy érdekes volt, hogy ez a próba adta hozzá, hogy onnantól kezdve egyel akkurátusabban ügyeltünk arra, hogy ki mikor van fent, mikor kerül rá, illetve mikor kerül le róla. Szerintünk nagyon szépen csinálod ezt a menést. Nagyon vitás. Fantasztikus! És a dobod is nagyon jó. Olyan dobszerűen dobos. Először is. Ez nem menés, hanem menetelés. Másodszor, ez nem egyszerűen dob, hanem egy pergő. Annyira egyszerű maga az egész előadás, hogy ez, hogyha valaha ez bonyolultabban találjuk ki valahol, szerintem nem jó. Ez ilyen egyszerű, hogy hátra kell tolni, a kicsit és a nagyobbal kell megjelenni. Tehát ez olyan adott volt. Amit mi tettünk hozzá, tehát ez megvolt, mondom, nagyon jól megírt darab, az, hogy, de lehet, hogy ez nem is akkora nagy dolog, csak mi nagyon szeretjük, hogy belefújja az üvegbe a lány, és akkor először ugye még csak ott bent hallatszik, és akkor másodszor belefújja, akkor a nézőtérre kimegy. Hogy ott van már egy ilyen kis csoda, hogy ott jé, hogy fantasztamisztikus, hogy ott is megszólal. De nem, szándékosan nem akartam semmilyen egyéb színházi, se zenét, se varázslatot beletenni. Ebben az elemző munkában elengedhetetlen, hogy az előadás közös gondolkodás eredményeként formálódjon véglegessé. Talán az a nyitja, hogy egy jót játszunk együtt, és akkor járok jól, ha élvezem, és a gyerek is akkor jár jól. Tehát amikor nem egy nagy feladat megoldásán feszülök, hanem szabadon hagyom, hogy történjen. Most már beszállhatok? Később, Berci! Miért később? Előbb játszunk egy kicsit. Mit játszunk? De olyan klassz játékokat tudsz. Játszunk ki nevet a végén. Nem szeretem. Akkor szembe kötősdi. Ahhoz nincs kedvem. Akkor legyen nyuszi hopp. Azt soha. Akkor legyen csablecsacsi. Áld! Szóba sem jöhet. Elvesztettem zsebkendőmet. Ez egy együtt gondolkodásból egy folyamatos fázisokon át jutott el idáig. Hát maga ez a Manó sapka, meg ugye a jelmez, ez tulajdonképpen a jelmez tervezőnek, az Eriknek, és aki a látvány tervező és az előadásnak volt az elképzelése, ahhoz, amihez mi is hozzá tehettünk ötleteket. Tehát nyitott volt nagyon sokféle dologra, de tulajdonképpen a fő elképzeléseket ő vázolta fel. Maga a figura pedig hát a próbák során alakult mindhármunk figurája. Én azt gondolom, hogy az maga a darab nagyon jól megvan írva, és nagyon-nagyon szép kis mese. Tehát tulajdonképpen már egy nagyon erős anyag volt, ami adott volt, és ehhez kellett nekünk hozzátenni ötleteket és gondolatokat, érzéseket, amik próbáról próbára alakultak, de ez minden előadással így van. De oda vett a nissa! Mi meg vasok? Megnőtt a doboz. Tudjátok fordítani a ládát is ő rá? Tehát, hogy míg a nem eljétek meg, hanem amikor azt mondja, hogy balra fordulj, rá tudsz fordulni. Igen, így van a brum, 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 és akkor figyelj csak, maradj, Gergő, próbáld meg, amikor azt mondjátok, hogy taposd bele, meg tudjátok emelni, elindulni. Ne, segítom, tovább! Ne, elindulj tovább, tudsz-e vele menni a fejtől. Hát tudom. Oh.
Várj, a sarkam kívül. Nem úgy dolgozom, hogy a gesztusokat kalapálom, és addig, amíg az a gesztus nincs meg, addig nem tágítok, hanem inkább beszélgetünk, és akkor javaslatokat teszünk, csinálnak valamit, én akkor abban azt mondom, ez jó, az is jó. De az a helyzet, hogy valahogy itt mind a hárman ráéreztek arra, hogy vagy nagyon jó volt a szereposztás, tehát hogy viszonylag könnyen vették magukra ezeket a ruhákat. Tehát én is mondhatnám, hogy ez egy ideálisan jó próbaidőszak volt. Annyi, hogy most ott nyitottátok ki valahol a... Én mutatom a láda lábikocskánál. Igen, lehet, hogy egyen hamarabb kéne már. Tehát azt mondja, hogy megnőtt. Ez nem doboz, hanem mi ez itt? Hogy... Annál részem, amikor azt mondja, hogy ez pont olyan, mint amit ellopott a hopp marssal. Aha. Tehát az a moment, hogy... És na előtte, mi van előtte? Mert hogy az volt az érzés, hogy el lehetne kezdeni hamarabb kinyitogatni. Puff, dobd oda a cipődet, amire eszeltél, puff, és akkor azzal mondta, hogy énekelj már, mert ennek majd akarok folytatását. Ez nagyon viszont szép. Akkor a reggeli fésülködésnél az nagyon jó, az tökéletes. Így van. A családban igazából csak egy kamasz hugom van, aki ugyanezeket produkálja, de csak kamaszban. Ismerősöknek vannak gyerekei, tehát annól tudom, de igazából ezért valahol nem vicceltem, hogy nem vagyok én még olyan nagy, hogy hát ezek bennem is ugyanúgy bennem vannak, csak már attól, hogy x éves vagyok, ezek finomodtak. De hogy ez, és úgy gondolom, hogy mindenkiben ez a fajta gyerekes és játékosság, ez ott van. Egyszerűen csak hagyni kell elengedni magát az embernek, és nem szégyelni, hogy bennem van, hogy az enyém, ezt nem adom oda, ezt én akarom. Ezt játsszuk az életben is, csak nem ennyire egyszerűen, hanem már felnőttként túlbonyolítjuk meg, palástoljuk meg, úgy teszünk, mintha nem is ezt csinálnánk, de hát ezt csináljuk, ugyanazt, amit a gyerek. Malac! Micsoda? Malac! Dehogy nem szeretném tudni. Mondd meg miért, Berci. Hányszor mondjam neked, hogy Adalbertának hívnak? Elég hamar próbáltuk elsajátítani, megtanulni a szöveget. Tehát igazából már a rendelkező próbára, amikor még előfordul úgy, hogy szöveggel tudunk próbálni. Mivel nagyon nagy pingpong játék, tehát nagyon-nagyon egymással alapult, tehát nagyon nagy sok gyors mondat megy egymásnak. Ezért ezt igyekeztük már elég hamar megtanulni, és úgy gondolom, hogy sikerült is. Én azt gondolom, hogy ez egy csapatmunka, mint szintén az egész színház, mint minden előadás. Itt pedig nagyon-nagyon kell figyelni és összpontosítani a másikra. Igazából nem is nagyon, hát nyilván a baki lehetősége mindig benne van. Van, hogy hibázunk, elő is fordul mindig, tehát most is előadáson vagy próbán is. De tényleg meg kell próbálnunk nagyon-nagyon figyelni és koncentrálni egymásra, mert hogyha már itt egy picit ugrunk, akkor nagyon nehezen lehet visszatalálni. Nyilván visszatudunk, tehát akkor improvizálunk, vagy akkor az ember próbál ugrani gyorsan, de nagyon-nagyon fontos, hogy egymásról legyünk és odafigyeljünk egymásra. Mit kell mondanom? Kérek szépen vizet! Kérek szépen mit? Kérek szépen vizet! Tessék a víz! Fantasztam így! A Domival az a szerencsés helyzetünk, hogy mi egy osztályban jártunk a főiskolán, tehát a mi ismerettségünk, barátságunk az már évekre visszanyúlik. Sokat dolgoztunk együtt, ezért ismerjük egymás munkamódszerét, és együtt sétáltatunk kutyát, tehát igazából megállás nélkül együtt vagyunk, és valóban a parkban Borsónak és Adalbertának hívjuk egymást kutyasétáltatás közben, úgyhogy persze, hát ez hozzátartozik, hogy mindig abba a körbe vagy a legtöbbet, akivel éppen próbálsz egymásra hangolódás, megbeszélése a dolgoknak, ez van. Az aranyos Manók életét megzavaró Hopmester már kevésbé pozitív reakciókat vált ki a néző gyerekekből. Minden egyes megjelenésemmel, mielőtt még meg sem szólaltam volna, 3-4 síró gyereket már hallok a színpadon, és próbálok visszavenni ebből a sminkből egy kis
kis ártatlan mosolyjal, hogy ne legyenek ők ennyire pánikba esve. Igen, eddig amíg gyerekközönségünk volt, akkor mindig ezt kaptam. Hogy síró gyerekhangok, és ők ki akarnak menni, aztán persze rájöttünk, hogy ez a dobnak a hangja. Ma már azért volt három csüngő, piros kis szalaga a dobon, hogy egy kicsit kedvesebb legyen a gyerekeknek. Én nekem belőle elkergettük az ördögöt, a szarvácsa látni, hogy csalányi zsaládák a kupát fogjuk felni. A karaktereket erősítő smink végleges formáját a próbák alatt alakították ki. Jó lesz, Tomi? Jó, köszönöm. Általában jelmez tervező mondja meg, hogy mit szeretne látni a jelmezhez, a darabhoz, és akkor próbálgatjuk. Most itt egy fehérre sminkelt arc van, két kis piros pöttye, pirosítóval, egy kicsit ilyen meseszerűen, tehát rendes kör alakú. Aztán ez alakult a héten, mert előtt nagyon fehérek voltak, az nem tetszett, mert az egy kicsit rémisztő lehet a gyerekeknek, hogy túl fehér az arcuk, és akkor ebből szépen vettünk lejjebb, és akkor így alakul ki a végére. Nyilván ez függ ugye majd a színpadi világítástól is, hogy mennyire emeli ki, a fények mennyire emelik ki ezeket a sminkeket. Tehát, és akkor ilyenkor mindig kiderül főpróba héten, hogy miből mennyit, hogyan kell összeállítani. Nagyon jó. Jó lesz? Igen. Minden előadáson általában mi szoktuk csinálni, de vannak nagyon ügyeskezű színészek, sőt, van, aki szereti magának elkészíteni, mert már azzal is tehát átveszi magát a szerepet. Például most a Friedrich Noémi magáért csinálja, megcsináltuk neki egyszer-kétszer, és akkor látta, hogy hogyan kell, és magának készíti el. A hopmarsal különleges jelmeze, és a hangos dob nem csak a szerepet megformáló Nagyidai Gergőnek, hanem a környezetének is kihívást jelentett. Imádtam. Nagyon szerettem. Fölmentem mindig gyakorolni egy-egy órát vagy kettőt külön, mikor hova lehetett elbújni, ugyanis senki nem szereti a hangját ennek a dolognak. Hát ugye a második emeleten a titkárság, ugye, a gazdasági vezetés nézsértődöttem, hogyha bent próbálkozom esetleg, amikor valaki levegőt vesz, és nem bírom megállni, hogy muszáj valamit pergetnem azon a dobon, akkor a rendező, a súgó meg a kollégák. A hangtárban nem tudtam magamat bezárni, pedig az egy süket szoba, csak a szellőző rendszeren a kamaráig elhallatszik a dobpergés. Úgyhogy amikor lehetett, elvonultam és gyakoroltam, de nagyon szerettem. És állva, ugye tükör előtt állva megnézni azt, hogy menetelés, és akkor ez most a kettőt hogy lehet ritmussá hangolni, ez olyan szépen működött, hogy én magam is csodálkoztam, hogy valószínűleg leteszem a húros hangszereket, vagy bármi mást, és elkezdek dobolni, tanulni. Hát aztán, amikor már ugye meg kellett mozdítani ezt a dolgot, és ennek valóban egy attrakciónak kellett lennie, akkor az egész összedőlt. Nem tudtam dobolni, nem tudtam menetelni, nem tudtam ezeket a színeket használni. Pánikba estem, hogy ez ebből nem lesz premier. Hát azért, mert amikor ugye kiderült, hogy a dobnak hol a helye, meg hogy hol vannak ezek a színek valójában, ezek már most nem mozognak, hanem fixek. Tehát ezek most már ott maradnak a vállamon, tehát sokkal könnyebb mellé ütni. Kiderült, hogy ez a dob eszközben így csinál, amikor menetelek. Tehát akkor már nem lehet rajta pergetni nagyon, mert akkor ez visszaüt menetelés közben. És ráadásul aztán még betettük a pallót néhány nappal ezelőtt, hát azon meg egyensúlyozni, az végképp tönkretett. Tehát amikor mielőtt beléptem a színpadra, már egy főpróba kezdeténél, akkor el akartam indulni, és elfelejtettem már, hogy mivel kell nekem bemenni, mit kell nekem játszani. Tehát ennyire kizökkentett ez a rengeteg dolog, ami már úgy hirtelen ott volt a kezemben, hogy nekem ezzel már most kezdenem kell valamit. És ráadásul úgy, hogy el tudjam bele csábítani a gyerekeket is, meg a két másik szereplőt, akik végigpróbálták velem az egészet. Mindezek után, ha az összes apró részlet összeáll, jöhetnek a nézők. Először a kollégák néznek be a próbákra, majd ha minden a helyén van, jöhetnek a gyerekek, akik még tovább formálhatják az előadást. Igazából nem lehet felkészülni, mert ma voltak először teltházas gyerekek, tehát már egyszer ültek benne, de akkor csak két sornyi, az úgy egyszerűbb feladat volt.
Hát majd minden előadás maga szüli majd, hogy mi az, amikor éppen meg kell fogni őket, és mi az, amikor nem. Tehát ennek nincs forgatókönyve. Egészen fura dolgok is alakulhatnak majd. Maximum úgy tudunk felkészülni, hogy ezt tudatosítjuk, hogy figyelni kell az ő rezgéseiket, és akkor ennek megfelelően csinálni. Mert mindig egész más gyerekek fognak ülni, és egész máshol egész mást fognak mondani. Persze fél fülel az ember, azért rajtuk van, miközben játszik. És ma például volt egy dominózus, amikor na, ki kezdje előbb a gyakorlást a dobbal, és akkor egy kisfiú nagyon helyesen, a kislány, a lány kezdje. Tehát ilyenkor az ember úgy ilyen melegség eltölti, hogy de helyes. De az is hat, amikor mondjuk a gyerek sír, hogy menjünk ki, mikor lesz már vége, és nem tudom nem meghallani, mert hallom. És akkor azzal sem úgy szabad törődni, hogy kudarcként megélni, hanem na akkor mit csináljunk még, hogy még inkább rám tudjon figyelni, és behangolódjon a darabhoz. Te Adalberta! Igen? Elég kiválom a cipőt. Az egyik fekete, a másik fehér. Én nem gondolom azt, hogy egy színész kész van a premierre. Tehát folyamatosan előadásról előadásra. És ez nem csak a Hopláda esetében, ez bármilyen előadás esetében. Ez mindig töltődik, ez mindig formálódik. Csodálatos! Piros! És hozzá! Ezt majd a gyerekek majd még meg fogják rendezni. Tehát a rendező után a közönség rendez, meg most ebben az esetben a gyerekek. Őket más szemmel kell nézni, mint egy felnőtt közönséget. Ők sokkal érzékenyebbek. Sokkal nagyobb kritikusok, mint a felnőtt nézők. Tehát, hogyha a gyerekek valami unalmas, akkor nem tapsolnak. Ezzel szemben a felnőttek már megtanulják ezt a protokollt, hogy ezt így kell. Elkergettük az ördögöt. A szarvát se látni. A szarvát se látni. Hogyha ránéz a ládánkra. És a gyerekek előtt dől el az is, hogy milyen hatást ér el az előadás, és hagyja nyomot a darab üzenete a lelkükben. A barátság, a szeretet, az összetartozás, az összefogás, ami ma sajnos kiváltság. És ne az legyen. Azt vettem észre, hogy ami megérinti a lányomat mese, amit felolvasunk, vagy amit lát, vagy amivel vesz, vagy amit mesélünk neki, azt utána játssza. Ami nem érinti meg, az nincs, arról nincs szó, az kész, az lekerül a napjára. Tehát, ha lehet ilyen, akkor tulajdonképpen szeretném, hogy még néhány napig játsszuk otthon ezt a ládás történetet, hogy elbújjon, kijöjjön. Tehát kíváncsi vagyok rá, hogy megérinti annyira, hogy ezt játsszuk-e majd otthon. Thank you.